Azt nyilatkoztad több helyen is, hogy most a zenére szeretnél akkor, koncentrálni. Akkor, az akkor, volt ez az éve 11-es. Igen, mert a Söndörgő együttes több meghívást kapott külföldre, és akkor én velük jóba voltam, dolgoztunk is együtt többször, és neki kellett valaki, akit ki tudnak vinni énekesként, és akkor velük bejártuk abban az évben a világot. Vagy hát nagyon sok helyre eljutottunk, Európában is, meg Indiában is voltunk, és azok nagyon nagy élmények voltak. Tényleg. De várjál, ha 11-ben járunk, akkor az még a Robinak, az Alföldi Robinak, azért, akkor őtől kaptad a büntit? Igen. De miért? Nem tudom. Hát mi nagyon mások vagyunk, nekünk egy kicsit nehéz volt együtt dolgozni. Tehát volt, hogy jó volt, de nekem mindig úgy más felé ment az agyam, ő nagyon pontos, ő mindig tudja, hogy szeretné instruálni a színészt, azt is megmondja, hogy melyik lábbal lépj, hogy mond a mondatot, ha már elkezdted, és nem tetszik neki, akkor rád ordít, és nem hagyja tovább menni, és én nekem ez, tehát nekem ennél több alkotói szabadság kellett. Emellett volt, hogy sokszor neki volt igaza abban, hogy én nem láttam magamat kívülről, ő engem mindig így keményíteni akart. Ezt tudtam, hogy mit szeretne velem csinálni, csak a lelkem valahogy mindig más fele vitt. És nagyon érdekes dolgokat hozott ki belőlem, de volt egy ilyen eléggé feszült évünk, és akkor szerintem ő is úgy döntött, és hogy én is úgy éreztem, hogy egy kicsit békén kell hagyni egymást, és majd lesz, ahogy lesz. És akkor eltelt egy év, én is járkáltam szabadon, visszajöttem, nagyon feltöltődve, meg megcsináltam az első lemezemet, és a következő évben már megpakolt megint szerepekkel, és ez tök jó, viszont jó volt. Olyan érzés volt, hogy volt miről mesélni, vagy volt miről beszélni. Nyilván ez a feltöltődés is, hogy az ember egyszer csak tele lesz élményekkel, és újra van miről mesélnie, de azért ez érdekes, amit mondasz, hogy ki gondolná kívülről, aki nincs benne egy színházi társulatban, hogy akár ilyen feszültségek is terhelnek kapcsolatokat, miközben a My Fair Lady-ben meg hát estéről estére együtt dolgoztok. Érdekes. Ez egy másik viszony, ez nem egy aláfölé rendeltségi viszony. Én mindig, én nagyon naívan képzeltem el ezt a pályát. Én azt hittem, hogy ez az egész színészet, meg előadó művészet, ez majd olyan lesz, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy mit szeretnék, milyen szeretnék lenni, és a rendező az arra van, hogy majd ő kihozza be, majd ő segít, majd ő szépen irányít, és majd én majd tündökölhetek. És nem, kiderül, hogy mindenki másképp gondolkodik, mindenkinek van egy elképzelése rólad, mindenki valahova felrak téged egy polcra, és azt mondja, hogy már pedig én ezt akarom belőled kihozni. És mondja, de én nem ezt akarom magamból kihozni. De akkor mutass valamit. Ja, hát azt még nem tudom, még nem, még idő kell, és akkor ezzel... Hát ez egy ilyen kis naivitás. Akkor szépen így elindulsz egy úton, megpróbálod megcsinálni, amit kérnek. Én ezzel nagyon sokat szenvedtem, de nekem konkrétan be kellett törni magamat, hogy ezek működjenek. És akkor ezáltal szereztem egy csomó tapasztalatot, meg tanultam magamról, de egészen, én úgy éreztem, én mindig azt hittem, hogy a rendező is a színész az egyenrangú társ, és alkotnak, és akkor ez egy ilyen... Hát van olyan, ahogy... És van olyan, de van olyan, hogy nem. És ez nem egyetlen biztos, hogy rossz. Néha rossz, néha nem. Ez tök kiszámíthatatlan az egész. Érdekes, mert akkor, amit most elmondasz, abból arra következtetek, hogy te azért egy öntörvényű ember vagy. Hát igen, és ez nagyon érdekes, öntörvényű is, de közben meg kellően elesett. Tehát, hogy a kettő együtt. És ezt nagyon nehéz tolerálni néha. Tehát ezt nekem kellett rendbe rakni, hogy a rendezők is megértsenek engem. Ahhoz előbb magamat kellett megértenem. De akkor meséld, hogy mit értettél meg. Tehát mondjuk az a 18 éves tompos kettő, akit felvesznek a Színművészeti Egyetemre, naívan belecsöppenve a gimnáziumból egy új hierarchiába, meg egyébként egy teljesen új napirendben, mert a főiskola vagyis egyetem az egy teljesen más napirend is. Az a tompos kártya miben különbözik attól a tompos kártyától, aki már megjárta Indiát, Vietnámot, Kambodzsát, koncerteket, elhagyott már társulatokat, kimert lépni kötelékekből? Hát nagyon sokban, nagyon rengeteg. Rengeteg mindenben, mert konkrétan én
tehát egyrészt fogalmam nem volt arról, hogy kiknél felvételizek. Tehát tudtam a neveket. Ki küldtek ott? Kerény Imre, biztos, mert ő volt az osztályfőnök. Kerény Imre, Léner Péter, őket, kettőjüket egyből összecseréltem, tehát azt hittem, hogy a Kerény Imre, a Léner Péter. Ez jól eshetett neki. Nem mondtam meg, tehát ezért nem... Ez jól tettem. Hittem, hogy maga a Kerény Imre, maga meg a Léner. Nem, ilyen nem volt, tehát hogy azért nagyon be voltam tojva. De hogy fogalmam nem volt. Ugye mások már, voltak sokan, akik többször felvételiztek az én osztályomból, ők már ismerték ott a színészeket is, bejártak a büfébe, voltak ilyen, az Alaszentgróti táborban volt. Ugye ez egy legendás tábor, igen. Ahol nem tudom, az Asser Tamástól elkezdve egy csomó ember ott okította a gimiseket. Igen, és akkor ők már nagyjából tudták, hogy mi a dörgés, vagy hát jobban tudták, mint én. Én meg délután 4-kor azt mondtam, hogy hát nekem ennyi elég volt, én most hazamegyek. És akkor néztek rám. Most már nagyon késő van, hát tehát úgy gondolkoztam, mint egy gimis, hogy ilyenkor már rég vége van a tanításnak, haza akarok menni. És mondták, hogy de nem lehet hazamenni. De mondom, de én elmegyek, hagyjatok békén. És akkor ezeket meg kellett tanulni, hogy jó, akkor... De már 6-ig is nagyon nehezen bízt. Aztán amikor hajnalban éjszaka próbáltunk, hogy ez hogy? Tehát, hogy az embernek már nincs olyankor agya. És egyébként most már nem is tudom, most már később, nem, tehát évfélkor vagy 10-kor bezárták az egyetemet, vagy már nem tudom, hogy volt ez később, de nem engedték, hogy hajnalig próbáljanak a gyerekek, mert ez reggel 8-tól balett óra. Valaki meg ugye nem tud elaludni hajnalban, miután befejeztük a próbát, mit csinálnak ilyenkor a diákok? Elkezdenek inni a büfében, mert az még nyitva van. És akkor reggel 8-tól meg ilyen borgőzösen a balettrúdnál, ráadásul nálunk voltak ilyen... Kiizzadják az éjszakát. Igen, ráadásul voltak nálunk ilyen kicsit ilyen ducibb emberek is, és ott azokat ott elképzelni a balettrúdnál, hogy fönn van a lábuk, és szerencsétlen mindenki lihegett, senki nem bírta, tehát ilyen nonsens volt az egész. De te is csináltad ezt az éjszakázást? Vagy te hazamentél rendesen? Én hazamentem rendesen, én ezt nem... Hát néha csináltam, persze, tehát azért nem akartam kimaradni ezekből a bulikból, csak aztán amikor észrevettem, hogy egyáltalán nem tehát 3 napig használhatatlan vagyok, akkor rájöttem, hogy ezt nem kéne, vagy hogy ez akkor... Van benned egy nagy fegyelem, nem? Hát muszáj, igen, van bennem, van, így lettem edukálva, hogy legyen. De nehéz, tehát nehéz, mert meg kell magamat kicsit erőszakolni. Tudom, hogy szükségem van a fegyelemre, mert különben fegyelmezetlen vagyok. Na jó, tehát akkor miben változott ez a tompos kártya? Fegyelmezettem. Még fegyelmezettem? Én, hát, igen, vagy hát nem tudom, jobban megszerettem azt, amit csinálok. Valahogy jobban, elkezdtem jobban szeretni engem azt frusztrált nagyon eleinte, hogy az, amit én hobbiként szeretek, az éneklés, vagy az előadó művészet, vagy nem tudom, nevezzük színháznak, bárminek, hogy az kötelező, tehát hogy annak van egy időpontja, hogy ez este 7-kor kezdődik, próbák vannak rá, hogy ez az egész nálam nem így élt, hogy vizsgázni kell énekből, hogy bemész egy sötét terembe, kiállsz egyedül, ott egy zongorista, mindenki néma csöndben ül, ott vannak ilyen őszhajú tanárbácsik, meg nénik, és így néznek rád, és ezek a helyzetek engem, tehát nekem nagyon elvették a kedvemet attól, amit én addig szerettem. Tehát attól, hogy ilyen profi formába kellett pakolni mindent, ami addig élvezet volt, és hobbi, és csak így éltem a világomat, és akkor egyszer, ha volt kedvem, énekeltem, ha volt kedvem, mondtam egy verset, de hogy ezt hivatásként csinálni, azt nagyon nehéz volt megszokni. Ugye hivatkoztál az osztályodra, és így összeírtam pár nevet, csak néhányat, hogy kikkel is voltál együtt. Dolhai Attilával például, Nagy Sándorral, Kerényi Miklós Mátéval, vagy Peller Annával. Sorolhatnám még, csak kiemeltem pár nevet, hogy velük voltatok együtt ebben az osztályban. De sajnos nem tudom nem megkérdezni, hogy a Kerényi Imre milyen osztályfőnök volt. És ezt azért kérdezem, mert ugye ő nagyon erősen politikailag berakta magát a képletbe, tehát felrakta magát ebbe a koordinátorrendszerbe, és ráadásul azért, hogyha arról beszélünk, hogy a Robival kompatibilisek voltatok, vagy nem, hát azt nem tudom elképzelni, hogy te Kerényi Imrével kompatibilis vagy. Komolyan? Nem stimmel, rosszul látom? Viszonyunk.
nagyon jó volt. Mert az egész osztállyal jó volt a viszony, volt tekintélye, de közben nagyon meleg szívű volt. Tényleg? Nem, velünk soha nem politizált, tehát ezt mindig külön csinálta. Hát én nagyon szerettem, mint osztályfőnököt. Az már nehezebb volt, amikor már jobban foglalkozott a politikával, mint velünk, mert én szerettem vele dolgozni. Én mindig úgy éreztem, hogy meg jó értelemben meg akarok neki felelni, és szeretnék neki mutatni valamit. Nagyon sok jó dolog van az agyában rendezőként, és valahogy nagyon-nagyon-nagyon színesen válogatta össze az osztályt. Tehát nem volt két egyforma ember. Lehet, hogy alkatilag voltak hasonló emberek, de nem tudom, 17-en voltunk, ha jól tudom. 17-en. Sokan, igen. De mindenki máshonnan jött, és mégis nagyon jól tudtunk együtt működni. Meg a fele csapat legalább mai napig ismert, elismert színész, énekes, színházi alkotó, stb. Tehát, hogy végül is abból a szempontból biztosan jól válogatott, hogy tehetséges emberek kerültek ki onnan. Igen. És valahogy mindenki megtalálta a helyét szerintem az életben, vagy a szakmában. Mindenki megtalálta azt, ahol amiben a legjobb volt. Mert biztos azért gondoltam, hogy ütitek egymást, mert amennyire ő előadta a politikai nézeteit, annyira te ezzel nem szoktál foglalkozni, és hogy ez a két természet üti egymást talán. Hát nekünk nem adta elő osztályban, ez soha nem. Sőt, egy szóval rossz is volt, mert miatta egy kicsit kinéztek minket. Tényleg? Igen. Mint hogy az ő személyisége, meg a hát politikai szerepvállása. Igen, hogy mondták rólunk, hogy hát milyen tehetséges gyerekek vannak ebben a csapatban, de hát kerényi osztály. És akkor mi mindig ezt kaptuk. És ez azért, ez nem esett jól, vagy hát mi nem kötődtünk sehová, mi csak ott tanultunk, és szerettünk volna mindenkivel dolgozni, és volt, aki azért nem dolgozott velünk, vagy nem tartott nekünk kurzust, vagy nem akart nekünk rendezni valami vizsgát, akiket nagyon szerettünk volna, mert nem akartak a kerény osztályba. Akkor jól az elején megkaptátok, hogy hogy is van ez Magyarországon, hogy hogyan is lehet azonnal belekerülni egy skatujába. Egyébként szerintem színészként ez most nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz. Nyilván senki nem akar igazából skatujába kerülni, és mégis egy csomóan kerülnek, és azon gondolkodtam, hogy te vajon ezt tudatosan kerülöd-e, vagy egyszerűen tényleg hidegen hagy a közélet, vagy közben meg nem hagyhat igazán hidegen, mert történik persze veled. Hát történik, igen, történik, de nekem mindig az volt a fontos valahogy, hogy kisöpörjek a saját házam táján, mert magammal mindig annyi. Mindig azt néztem, hogy nézzük meg, hogy nekem magammal mennyi problémám van, és az annyival több, nyilván a közéletben is rengeteg a probléma, csak azok az emberek, akik hozzám közel állnak, vagy nagyon jól ismernek, ők mindig is azt abban erősítettek engem, hogy nekem azzal kell foglalkozni, amit a legjobban tudok, mert attól tudok töltődni. Ha valami olyasmiben nyúlok bele, amihez annyira nem értek, vagy az a baj, hogy nem, tehát mióta van internet, nem, az ember nem tudja elkerülni a híreket, de én még ezzel együtt is tájékozatlannak érzem magam, tehát hogy úgy érzem, hogy nem tudok eléggé utána menni dolgoknak, vagy nem tudok valamiben elmélyülni, vagy hogyha valami hír van, akkor mindig úgy vagyok, hogy jó, de nézzük meg a másik oldalt, jó, de mitől igaz ez a hír, vagy lehet, hogy tehát figyelj, ha mindenki így gondolkodna, már sokkal előrébb járnánk egyébként. Igen, akkor gondolkodjunk így. Jó ötlet, ez egy mozgalom. Tehát a mitől hír a hír, meg mi az igaz, ezek jó kérdések. Igen, szóval, hogy tele mindenki azt mondta, hogy szeretné látni a dolgokat, vagy maga mellé szeretne állítani embereket, és én ezt látom, és én ettől teljesen befrusztrálódom. Tehát ahogy egyszer csak szétesen darabjaimra, és nem tudok beleállni azokba a dolgokba, amikben viszont tudom, hogy tudok tenni valamit, és az pedig a saját szakmám. Tudom, hogy ez úgy hangzik, mintha egy struc lennék, aki a homokba dugná a fejét, de konkrétan egészségügyileg ártalmas nekem túlságosan sokat foglalkozni ezekkel az ügyekkel. Más, képzeld el, talán az első színházi élményem veled, az a Bárka Színház Ninája a Sirályban, vagy rosszul? Másra voltam. Másra voltál?
És volt egy gyönyörű dal a végén, azt jól mondom? Akkor nem, akkor az Osztrapszki vihar. Akkor összekevertem, bocsánat. Igen, akkor az Osztrapszki vihar, és a végén énekeltél igen. egy gyönyörű dalt. Igen. És azt hiszem oroszul énekeltél, vagy erre már nem emlékszem pontosan, de oroszul énekeltél. Fehér ruha volt rajtad, ha jól emlékszem, hogy nagyon erősen bennem maradt ez a kép. És azóta is gondolkodom azon, hogy vajon a dalokkal, tehát hogyha ilyen simán bejön a te tulajdonképpen a gyökereid, belejönnek egy előadásba, amin játszol, hogy ez például törekvése, vagy te a dalokban, mondjuk akár a népdalokban, keresed-e a gyökereidet? Biztos, hogy keresem. Vagy hát biztos, hogy az, nekem az éneklés volt előbb. Tehát nekem az könnyebb, mint a szó, vagy a próza. Mert elsősorban úgy érzem, hogy szóval, hogy érzelmi ember vagyok, és utána, tehát mondjuk, hogyha hallgatok egy zenét, először a zene okozta érzelmi kavargás keletkezik bennem, és utána figyelek oda a szövegre, hogy mi az értelme annak a dalnak. Van, aki teljesen fordítva van vele. Nekem először ez, és utána kapcsol be az agyam. És valahogy az éneklésnél így van, hogy gyerekkoromban is engem letettek valahová, akkor elkezdtem énekelgetni, és akkor mindenféle történeteket kreáltam magamnak. Nem éreztem magam soha egyedül, de tudom, hogy az ének által fejeztem ki először magamat. És utána jöttek a nyelvek, jött először az orosz volt erősebb, mert az anyukám oroszul beszélt hozzám, és apukám meg dolgozott, és aztán szép lassan, ahogy elkerültem az óvodába, iskolába, ott felszedtem a magyar nyelvet is. És akkor nekem mindig olyan fura, tehát a mai napig fura magyarul beszélnem, mert bár az agyam már teljesen magyar, de a lelkem meg oroszul gondolkodik egy csomószor. Miben vagy? Hogy éred ezt? Ez nagyon nehéz megfogalmazni. Miben érem ezt tetten? Nem tudom. Hogy mikor érzed ezt, hogy ez most olyan, nem tudom, oroszos? Amikor ilyen nagyon logikátlan döntéseim vannak. Így, ez egy erős kritika, jó. Hát, igen, lehet, hogy kritika, de hogy ez, igen, tehát van az orosz néplélekben valami logikátlanság, de ez lehet, hogy mondjuk a magyar emberek számára tűnik logikátlannak, odakint az nem, tehát odakint az lehet teljesen logikus, de ezt például az édesanyámon is tapasztaltam, ő ennek nagymestere. A logikátlan döntések nagymestere? Igen, tehát a zsonglőre. Én meg a kicsi, aki így... Kis tanítvány. A kis tanítvány, aki igen. Aki még nem nőtte túl a mester, de akár igen, és akkor néha én magam sem értem, hogy de miért? Miért döntök így? És ez abszolút érzelmi döntés. Tudom, hogy nem így kéne, de valamiért ezt sugja, ezt dobja a gép, ez jön belülről, és akkor úgy lesz. De egyébként ez szakmára vonatkozik, vagy magánéleti döntésekre is? Hát szakmára is vonatkozik, meg magánéletre. De szakmára meg azért, mert hogy végülis mi a művészet az életnek a leképeződése, nem? Tehát hiába beszélünk szakmáról, meg itt sem lehet, tehát nem lehet kizes. Hát sőt, hát a lélek az annyira fontos, tehát a lélek meg az agynak a közös együttes munkája. És akkor nekem néha így a lelkem felülkerekedik az agyamon, és nem tudom megfogalmazni, nem tudok támpontot adni, de valamiért így döntök és kész, és a lelkem vezére. És egyébként a zenében ez jó, A prózai színházban meg inkább az kell, hogy elsősorban az agy vezéreljen, mert különben káosz lesz, meg legyen egy rendszer, legyen egy rendező, és aztán meg rá lehet valahogy tenni a lelkünket is. Nekem már az is érdekes, hogy azt mondod, hogy ugye a zenében először a zene indít el, és csak aztán érdekel a tartalma a szövegnek, miközben a prózai színház az ugye teljesen másmilyen, tehát egy színésztől, aki monológok sokasságát tanulta, mert meg nagyon furcsa, hogy azt mondod, hogy a szöveg másodlagos ezekben a helyzetekben. És képzeld, néha a monológban is a zenét hallom. És például az Alföldi Robi megcsinálta 2012-ben a Sirály. Igen. 2013, nem tudom. Hát azt nem tudom, de igen. Az utolsó évében volt a Nemzetiben, megcsinálta a Sirályt, és azt találta ki, hogy legyen oroszul a Nina monológia. Mert hogy ugye ott úgyis az a szituáció, hogy senki nem érti. Igen. Akkor legyen oroszul, és akkor tényleg senki nem fogja érteni. És volt egy ilyen rész, hogy a menedzser, holodna, ugye ez hideget jelent oroszul, holodna, és a Szarvas Józsinak, mint Semlejednek, az ütött eszébe, hogy akkor azt mondja erre, holabda.
Hólabda. Úgyhogy így ilyen nagyon érdekesen lett megoldva, és ott elmondtam a Nina monológot oroszul, ugye a színházon a Treplev által írt színdarab monológiát, és azon gondolkodtam, hogy mennyivel könnyebb lenne így játszani, mennyivel könnyebb lenne oroszul. Uh-huh. Könnyebb oroszul játszani? Igen. Azért fura, mert beszéltem már pár színésszel, akik idegen nyelven. Mondjuk ugye ez az idegen nyelv a te esetedben dilemmás, hogy mennyire idegen nyelv számodra az orosz, de hogyha nem álltál soha színpadon egy bizonyos nyelven, ad ide, megfogom addig, hogyha nem álltál színpadon soha egy bizonyos nyelven, akkor azért az szokott problémákat okozni, sőt, nagyon érdekes, valaki azt mesélte, hogy egyszerűen kimondani színpadon azt, hogy szeretlek, vagy azt, hogy I love you, az nem ugyanaz az érzés. Hát, ha nem azzal a nyelvvel nőttél fel. Igen, oké. Okay. Nekem az orosz olyan értelemben az anyanyelvem, hogy az édesanyám nyelve. És azt tanultam meg előbb, az egy dolog, hogy egy része elhalt, tehát nem fejlődött úgy, mint ahogy a magyar fejlődött, mert magyar közösségekbe kerültem, és mert magyarul sokkal többet beszéltem, de attól még ott cseng valahogy a gyerek bennem. Tehát, hogyha a gyerek énemre gondolok, akkor az bennem oroszul szólal meg. Tehát ez a legmélyebb, valahol ott van a legmélyebb rétegekben. De dalok is, vagy gyerekkori dalok, altató dalok oroszul? Igen. Meg mesék. Meg emlékszem, ahogy az anyukám mesélt, meg olvasta az orosz meséket. És bennem van az intonáció. És például az is, hogy a magyar nyelvnek mennyire más az intonációja, mint az orosznak. Hogy például az anyukám hogy beszél magyarul, azzal az orosz intonációval, és mennyien meglepődnek, hogy így nem. Tehát az oroszok ilyen nagy amplitúdókkal beszélnek, tehát bejárnak mindenféle színskálát beszéd közben. Ha az orosz rokonaimmal beszélek, akkor tudom, hogy ilyen 5 lágét ugrik fel a hangom, és mint hogyha egy másik ember lennék. És amikor a magyar nyelv van, akkor meg úgy vissza kell puhulni, vissza kell egy kicsit halkulni, mert az a magyarban valahogy nem, a magyar nyelvnek nem áll jól az a fajta sokság, ami az oroszban benne van. De te ezt az akcentust használod színpadon is. Persze. Hát miben használtad legutóbb? Az orosz akcentus? Hát ezt szoktam néha, ezzel szoktam néha a barátaimat szórakoztatni. Hogy beszélsz akkor? Vagy? Hogy akkor így beszélek velük. Na, mi van akkor? Mi van? Megyünk hozzánk egy kicsit, akkor beszélgetünk. Gyere, adok neked egy kis vodka, hogyha szereted ezt, kóstold. Meg részeg leszel tőle, de nem baj, bírd ki. És akkor tök más karakteret, ugye? Hirtelen, igen. Ugye, hogy milyen más, amikor más nyelven beszélsz. De így van minden nyelve. Azt mondják, hogy akik ilyen soknyelvűek, vagy soknyelvű családban nőttek fel, mert oké, az orosz-magyar, az kettő, de van, aki olyan családban nő fel, hogy az anyja, nem tudom, milyen nyelvű az apja, még egy másik, és akkor egy harmadik országban és egy negyedik iskolába jár, az meg négyféle ember tud lenni. Te is neked van moszkvai identitásod? Mert ugye a családod moszkvai származású. Igen. Voltál is többször? Igen, szoktunk kijárni. És akkor neked az egy olyan otthon, vagy azért az nem? Otthon, igen, otthonnak érzem, de mégis egy picit idegennek érzem, mert soha nem éltem kint. Tehát mindig csak vendégeskedtem kint. És olyan érdekes, mert ugye a szókincsem már nem olyan, mint a magyarban, ezért viszont nincsen akcentusom. És hogyha mondjuk elmegyek valahova egy boltba, és egy kicsit így feszengek, hogy jaj, mindent ki tudok-e mondani, mindent szót megtalálok-e, most ilyen nagyon frissen vagyok kint, és 2 hét után nyilván más, mert visszaszeded a szavakat, de eleinte azzal szoktam kompenzálni, hogy csinálok egy kis akcentust. Tehát bár nincsen, egy kis magyar akcentus, hogy érzékeljék, azt érezzék, hogy ez a kislány külföldről jött, és mégis milyen szépen megtanulta a nyelvet. És akkor így ezzel nyugtatom. Ez jó, mert akkor itt nem a kudarc jön, hanem a dicséret jön szembe azonra, hogy de szépen beszélsz. Köszönöm. Hát, jöttem a nagymamát látogatni. Látod, milyen helyzeteken segített a színész? Hogy eljátszol tulajdonképpen. Nagyon nyomorult, de igen. De színpadon is használtad már, nem? Igen, használtam először a József Attila Színház,
Méhes Laci rendező találta ki, hogy nem tudom, volt valami rejtő darab, rejtő ilyen művekből összeollózott darab, amiben Vonek úr Afrikában, ez volt a címe, amiben egy kémnő voltam, talán nem emlékszem, valamilyen Irénnek hívtak, és akkor ott kellett használni először az orosz akcentus, és akkor ettől ilyen egzotikus lett, egy hatalmas kalapom volt, meg minden, Zöld Csabi volt a partnerem, és akkor vele csináltunk mindenféle... Ő is osztálytársad volt, bocsánat. Igen, mindenféle vicces dolgokat csináltunk vele, és abban volt először az orosz akcentus. Aztán meg nyilván visszajön a pályán. Aztán meg volt egy olyan, amikor a Nemzetiben próbáltunk a Mohácsi testvérekkel az Egyszer élünkben, akkor azt hiszem, hogy ez három felvonásból állt, és volt egy felvonás, ahol kint vannak a gulágon a magyarok. És ott ilyen fegyőrök vannak körülöttük, és mindenki orosz. És ezért azt találta ki, hogy mindenki, mindenki beszél magyarul, de orosz akcentussal. És akkor a László Zsolton keresztül a Stolbucinát, a többi kollégák is elkezdtek így beszélni, és én emlékszem, nekem annyira vicces volt ez, mert hogy én ezt gyerekkoromtól kezdve hallottam, amikor valaki megtanulta, tehát én ilyen társaságokban jártunk, ahol jöttek orosz nők, és akkor magyar férfiakhoz jöttek feleségül, és megtanulták a magyart, és pont ugyanígy törték, és egyszerűen voltak olyan próbák, hogy nem bírtam abba hagyni a röhögést, mert olyan volt, mintha közöttük lettem volna, és nekem is úgy kellett beszélni, és végül is ezt az ötletet elvetették, mert nem tudom, lehet, hogy annyira vicces volt, hogy eltűnt a jelenet komolysága. Az az érdekes, hogy most ezek a vicces részek, de például a Varsói Melódia kapcsán azt nyilatkoztad, hogy azért is volt nagyon izgalmas ebben a darabban benne lenni, mert te is jobban beleástad magad a lengyel-szovjet kapcsolatokban. Mm-hmm. Tehát, hogy van benned egy ilyen igény, hogy egy darab kapcsán még többet megtudni annak az országnak a történelméből, vagy legalábbis a történelmének egy bizonyos szeletéből. És amikor ezt olvastam, azon kezdtem gondolkozni, hogy azért nagyon terhelt dolog az orosz történelem, és egyébként a mai napig az orosz politika nagyon terhelt, hogy mit mesélt a te anyukád az ő ifjúságáról, hogy ő hogy érezte magát a Szovjetunióban, Moszkvában, a családod, hogy ők hogy álltak a rendszerrel, ami így élősködött fölöttük? Hát nálunk az van, hogy ő már az a típus, aki nagyon régóta él itt, és ezért megidealizálja a saját fiatalkorát. Tehát, hogy ő úgy gondolja... Nyilván a nosztalgia, persze. Igen, nosztalgia, meg ő egy nagyon nagy patrióta. Már orosz patrióta? Igen. Na, igen, az érdekes igen, lehet. Igen, és itt él, hát most már mennyi? Én 30-40 éve. Szerintem most már több mint 40 éve. De ő most már Magyarországot mondja a hazájának. Tehát ő már itt szeret élni. Viszont különböző fázisai voltak az ő itt létének, amikor ő mindig is nagyon szépen beszélt Oroszországról, tehát hogy ő mindig védte. És hát, hogy is mondjam, ez nála szintén nem egy logikus kérdés, tehát egy totál érzelmi kérdés. Hiába teszek fel neki mondjuk logikus kérdéseket, hogy de akkor meg miért nem mentünk vissza, de akkor meg miért nem ott élünk. Hogyha ott sokkal jobb a művészet, és sokkal biztosan sokkal jobb a színészképzés, meg a művészképzés, akkor miért nem mentünk vissza? És akkor olyankor zavarba jön, mert ő azt mondja, hogy az ő egyszer országot váltott, ő egyszer döntött valamit, és nem akart visszafordulni, mert azt már kudarcnak élte volna meg. Mindezek mellett viszont minden ott jobb, meg hogy szegény oroszokat mindig bántják, meg ilyenek. És hát részben van, hogy sokszor igaza van, de van, amiben nincs igaza. Ezek a dolgok nem fekete-fehérek, viszont tudom, hogy 70 éves, most már ezt nem kell bolygatni, mert abszolút érzelmi kérdés, tehát csak konfliktus lesz belőle, hogyha az ember logikai alapon tesz fel kérdéseket, hogy mit miért gondol. Hát a 70 évesek ugye 1950 környékén született. 50-ben, igen. Elég hardcore időszak volt, tehát igen. Azért érdekes lehet, hogy az ő a gyerekkorában emlékszik el. Hát azért az még a Sztálin életében van. Igen, szóval ők azt szokták meg, hogy úgy, ők ugye a háború utáni nemzeték, tehát a nagymamák még átélték a háborút. És
nekik az volt a feladatuk, a nagyszüleimnek és az ő korosztályuknak, hogy újjászüljék a társadalmat, ami ugye megkopott nagyon durván a háború alatt, és étnappal letéve dolgoztak. Tehát ott nem nagyon volt gyereknevelés. Tehát az anyukámék az iskolában nevelődtek fel gyakorlatilag, és mai napig emlékszik olyan tanárokra, akik mély nyomot hagytak benne. Tehát, hogyha a nevelésről beszél, akkor az irodalom tanáráról beszél, meg az osztályfőnökéről, hogy tőlük milyen sokat kapott irodalomból, művészettörténetből, mindenből. Tehát, hogy ott nagyon fontos a művészet, és talán egy ilyen mankó, vagy egy ilyen menekülés a valóságból. Valamiért ugye a balett, meg a színház, meg a klasszikus zene, szóval elképesztő magasságokat érnek el, és azt mondják, hogy például a klasszikus zenében az orosz tanárok a legjobbak. Nyilván van, hogy nem, csak hogy én ezt nagyon sok helyről hallottam. És akkor azt mondod, hogy az anyukádnak is egy menekülés ez, hogy a művészetek iránti érdeklődésébe menekül? Menekülés, meg érdeklődés, meg ő nagyon kíváncsi, meg egyébként nagyon életre való. Egyébként foglalkozását tekintve mi az anyukád, vagy mi volt? Hát anyukámnak többféle foglalkozása volt, kereskedelmi előadó volt, és aztán onnan nyugdíjba ment, az Icarus vállalatnál dolgozott, a Icarus busz vállalatnál, és aztán meg előtte a Mahartnál, tehát ő neki nincs egyetemi végzettsége, de én azt gondolom, hogy inkább nem volt, tehát inkább önbizalom hiánya volt, és ő elmehetett volna mindenféle irányokba. Művészettörténetre felvételizett, még Oroszországban csak oda nem vették fel, és aztán többet nem próbálta meg. Uh-huh. Nem volt körülötte olyan ember, aki bíztatta volna, vagy hát a nagyszüleim, az ő szülei nem értettek ehhez, és azt mondták, hogy hát ő majd jól férhez fog menni, és akkor majd minden rendben lesz. Tehát ez még az a generáció. Hát igen, az 50-es, igen, az még az a generáció. Igen. De azt viszont itt tudtam meg az előbb, és mondtam is, hogy erről most ne beszélj, hogy van villányi rokonságod is. Igen, nagyon nagy villányi rokonságom. Nyilván apai ágon van. Apukám testvéreinek a gyerekei, tehát az én unokatestvére, tehát mi most már ilyen unokatestvérek vagyunk. Régen ugye itt éltek a nagybátyáim is, és itt töltöttem a nyarakat sokszor. És azt mondtad, hogy a nagypapádnak volt itt egy kocsmája? Ők Ábrahám-hegyei, tehát ők balatoni származásúak, és aztán a család egy ága maradt a Balatonon, a másik ága pedig letelepedett Villányba, meg Baranya megyében, meg Pécsen, vagy voltak egy Kozármislenyben, de azért nem olyan messze egymástól, és nagypapámnak akkor még Salföld Ábrahám volt ott egy kocsmája. Ő 1895-ben született. Szóval ez 1900-as évek elején, első világháború uh-huh. előtt, vagy körül. Nem, igen. Hát nem akkor azért nem előtte, tehát inkább utána, de ott az első és a második világháború között. Szóval apukám is nagyon késő gyerek volt, tehát ő apukám apukája. És én is nagyon késő gyerek vagyok, és akkor így jön ki a matek, hogy ilyen régen született. Úgyhogy... De jó, erről is lehetnek családi történetek a kocsmáról. Hát lehetnek, de én nem tudok egyről sem, csak hogy volt egy kocsma, sajnos ez nagyon régen volt, és nem nagyon tudjuk. Lehet, hogyha a másik ággal, a család másik ágával tartanánk a kapcsolatot, akkor ők többet tudnának erről, akik maradtak a Balatonon, csak őket nem nagyon ismerjük. De igen, és ők ide költöztek, és itt, hát én itt találkoztam a vidéki élettel, a kis városi tápos kislány lejött ide nyaranként, és akkor járkáltam a Baromfi udvarban, mezitláb, barátkoztam a tyúkokkal, kakasokkal, aztán megkóstoltam a disznó moslékát. Akkor nem látom. És hogy ízlett? Mesélj! Nem emlékszem. Na mindegy, nem tudom. De jó volt nagyon-nagyon, és én tényleg mindig úgy járok vissza, hogy kicsit hazajövök ilyenkor is, mikor az ördögkatlanra jövök. Az apukádat őt nagyon korán veszítetted el? Igen, 6 éves voltam. 6 éves? Mm. És azért, mert idős volt, vagy mondtad, hogy később gyerek volt. Voltál? Vagy... Mm-hmm. Beteg. Emlékszel rá? Mm-hmm. Mire emlékszel belőle? Ő ugye várjál, mivel is foglalkozott? Villamosmérnök volt. És hát ő... A Paksi atomerőműnek volt a biztonságért felelős kurátora egy ideig,
atomfizikával is foglalkozott, illetve abban a tudományban is kutatott sokat. És hát mi nagyon hasonlóak volt, tehát hogy én ráhasonlítok, én nem olyan vagyok, mint anyukám, nem csak a szemem színe olyan, de alkatilag is, meg hát ugye mi voltunk a két barát, és azért az nehéz volt feldolgozni, amikor ő nem lett. Egyik pillanatban másikra, vagy ez egy folyamat? Hát elég gyors volt a folyamat, szóval egy ilyen nagyon gyors lefolyású rák betegsége volt, és egyszer csak így. Már nem volt ott közöttünk, úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy ezzel nyilván minden halállal lehet együtt élni, de hogy ez úgy rányomja. Ha ez ilyen nagyon fiatal korban történik, ez rányomja a bélyegét az ember életére. A tiédre rányomta ez? Szerintem igen, de ez csak sokkal később tudatosult. Olyan értelemben, hogy hiányzik az apa igen. szerep, vagy egyáltalán keresi az ember az apát? Igen. Olyan értelemben, hogy nagyon sok mindent kérdeznék tőle, nagyon sok mindent megbeszélnék vele a viszonyáról, az anyukámhoz, arról, hogy ő hogy gondolkodott bizonyos dolgokról, mert nagyon sokszor érzem magamban azt, hogy amit én érzek vagy gondolok, abban a közösségben, amiben vagyok éppen, oda nem beilleszthető, és nem tudom, hogy honnan jönnek ezek az érzések vagy gondolatok, és olyan szívesen megbeszélném vele, hogy ez nem valami öröklött dolog, vagy nem valami olyan dolog, amire én azért nem kapom meg a választ, mert nála van vagy nála lett volna a válasz. Mm. És apa figurát találtál, vagy kerestél? Vagy szóval érzed magadban azt, hogy amikor az ember ilyen korán elveszíti a legfontosabb férfit az életéből, hogy akkor utána próbálja valahogy pótolni, akár úgy, hogy a színházakban, nem tudom én, tehát osztályfőnökkel, színházigazgatóval, rendezővel, tehát egyféle apa karaktert kapni? Igen, ezt úgy szerintem az ilyen gyerekek össze mozaikozzák általában, hogyha az osztályfőnök is, igen, hál' Istennek nekem mindig olyan osztályfőnökök voltak, vagy hogyha férfi osztályfőnökről beszélünk, vagy férfi tanárról, akkor mindig olyanok voltak, akik jó értelemben babusgattak engem. Uh-huh. És akkor ez ebből valahogy összejött egy ilyen kép. Igen. Érdekes, amit mondtál, hogy megkérdezni tőle, hogy genetikai-e, hogy az ember néha a saját gondolatait kívülállónak érzi, és ez nagyon fontos, szerintem. Ha rólad gondolkodom, akkor képzeld el, hogy az jut eszembe, hogy egy kicsit különc nő vagy. És aztán nyilván erre rájött az orosz vonal, akkor még izgalmasabb, de különc. Ahogy elmondott, hogy 3 évesen jobban tudtál oroszul, mint magyarul, de be kellett menni egy közösségbe, tehát akkor ott eleve az ember kicsit kívülálló. Ahogy beszélünk arról, hogy utálod ezt a skatujázást, és próbálsz távol maradni tőle, hogy azt érzem, hogy igazából nem, vagy nem tudom, ebben lehet, hogy tévedek, hogy nem könnyen válsz közösségek részévé. Nem tudok betagozódni, igen. 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 Vagy valahogy nagyon autonóm igen. módon nagyon mész a saját fejed után. Nagyon próbálkoztam. Tehát nagyon, nagyon sok energián volt benne. Kamaszként is, nyilván akkor is, amikor az ember keresi az útját. Tehát, hogy arról, tehát barátaim rengetegen vannak, meg nagyon mély barátságok vannak. Lehet, hogy pont ezért, mert nem tagozódtam be sehová, vagy tehát, hogy csodálatos barátságok vannak az életemben, és csodálatos emberi kapcsolatok, de az, hogy én csapódjak valamilyen közösséghez, és tudjam, hogy én azt tudom teljes mellszélességgel képviselni, olyan nekem nem sikerült soha. Nem tudtál belállni egy közösség, vagy ez 100%-ig én vagyok? Nem tudtam. Ez nagyon nehéz. Nehéz. És nem tudom, hogy fáj vagy jó, de ismerem ezt az érzést, vagy szóval tudom, hogy ez mi. Hát most már ez olyan, hogy az életem része, tehát most már ez a komfortzóna, ez maga komfortzónává vált, mert így alakult ki, és megszoktam, hogy tehát úgy nem is az, hogy elengedtem, nekem az elengedés szó, ez mindig olyan visszás, hogy elengedés. Az ember addig él, amíg így kapaszkodik dolgokba, ezért nagyon nehéz elengedni dolgokat, de hogy inkább megtanultam így élni, meg megtanultam ezzel együtt élni, meg megnyugtatni magamat, hogy ezzel nincsen semmi baj. Tehát, hogy attól még az ember lehet jó ember, mert én azt gondoltam, hogy biztos nem vagyok jó ember, vagy nem tudok így hinni olyan dolgokban, amiket más rak elém,
csak abban tudok hinni, amit, amiről magam meggyőződtem. Ez nagyon, szerintem ez egy nagyon jó tulajdonság, ugyanakkor tudod, ez a Woody Allen, hogy annak a klubnak nem lennék része, amely klubba tagjává fogad. Tehát, hogy ez valószínűleg ez rád is érvényes. Szóval másfelől viszont nem irigyled néha azokat, akiknek de, van. Nagyon. Akiknek olyan, úgy adja magát, és nem csak, hogy van, hanem, hogy van támasz is mögöttük ettől aztán, mert biztosak abban, hogy a mögöttük álló 20-an ugyanazt gondolják, igen, amit nekik ő. Olyan jó. Ezért kérdezem, hogy ez biztos nekik is nagyon nehéz valami másban. Néha biztos azt mondanák, hogy jaj, de jó lenne kiszakadni egy kicsit. Tehát mindenki azt akarja, ami éppen nincs. De igen, ilyen szempontból biztos, igen, biztos. Mert a zenében azon gondolkodtam, hogy azért találtál egy állandó társaságot. Igen, igen, van a az zenekarom. Lehet, hogy az... De ott is mindenfélékbe belekóstolok, más zenekarokkal is dolgozom. De hát ez meg ugye a szakmai tapasztalatszerzés, meg szerintem a zenében nagyon sok mozgás van egyik zenekarból a másikba. Általában van mindenkinek egy, vagy nagyon sok zenésznek van saját csapata, saját csoport, amiben a saját zenei elképzeléseit valósítja meg, és őt is meghívják egy másik formációba vendégként. Úgyhogy ez nagyon jó. És többen szeretem, az átmenet. Igen, és nagyon szeretem, ahogy bánnak egymással a zenészek, tehát amilyen, ahogy kommunikálnak egymással, és hogy amilyen... Miért ez más, milyen, mint ahogy a színész? Igen, egy kicsit más szerintem. Elfogadóbb, igen, elfogadóbb, őszintébb valahogy, igen. Inkább a te közeged? Hát ezt erre nem tudnék válaszolni, inkább az én közegem. Hát ez is az én közegem. Könnyebb benne mozognom, mert őszintén tehetek fel úgy kérdéseket, hogy ne azon kelljen gondolkodnom, hogy megbántom-e XY-t azzal, hogy azt kérdezem, vagy hogy fel lehet-e tenni a kérdést, vagy hogy engedi-e a hierarchia. Ott valahogy kevésbé van, a zene van, és akkor a zenéhez idomul mindenki. Nem tudom, olyan fura, más. Nagyon érdekes, mert azt érzem, hogy ebben a pályában az is benne van, hogy te egyszer csak nem leszel színész. Hát lehet, még az is benne van. Vagy annyira kifelé. De egy nagyon jó pofa dolgot olvastam a Varsói Melódia kapcsán. Zárójel, ha már Varsói Melódia, akkor csak említsük meg a Törőcsik Marit, aki idén már nem lehet itt. Igen. Hogy tudom, hogy te beszéltél vele a Varsói Melódia kapcsán, hiszen ő ezzel a szereppel tűnt fel, igen, mint színésznő, amikor a 60-as években. Mit mondott? Megkérdeztem tőle, hogy ő neki, mert nem lehetett hozzáférni ahhoz a felvételhez, aztán később megkaptam. Kíváncsi voltam, akartam nézni. És kérdeztem, hogy hogy volt a lengyel, tehát hogy az akcentussal, hogy csinált akcentust, vagy nem volt neki. Azt mondta, hogy nem, és hogy nekem se ajánlja. Inkább ilyen szórendcseréket csinálja, tehát hogy cseréljen fel a szórendeket. Viszont én tudom, hogy beszélnek a lengyelek magyarul, és ez nagyon szép, tehát az ő akcentusuk nagyon szép. És, megtanultad? És úgy voltam vele, igen, hogy az is zene, tehát az is egy kicsit, tehát hogyha benne van, ha jól csinálja az ember, ha elég jól fogom csinálni, akkor persze veszélyes, de szerintem jó lehet. De hogy beszélnek a lengyelek? Hát hasonló a lengyel akcentus egy kicsit az oroszhoz, egy picivel keményebb, talán közelebb áll a magyarhoz. Egy kicsit így beszélnek, nem annyira így, ahogy az orosz, hanem egy kicsit van egy ilyen enyhe, egy ilyen nagyon kis, aha, kicsi akcentus csináltam neki. És akkor ehhez elmentem egy lányhoz, aki itt tanult Magyarországon. Balassi Intézetben tanult műfordító szakon, és elmentem hozzá, és kértem tőle, hogy mondjon fel nekem egy pár részt, hogy meg egy kicsit beszélgessünk, hogy egy kicsit hadd vegyen fel azt, ahogy ő kommunikál magyarul. És ez nekem nagyon megtetszett. És nem hallgattál Törőcsik Marira? És nem hallgattam rá. Ő, neki igaza volt a saját szempontjából abszolút, mert lehet, hogy neki, tehát neki ez másképp volt jó, és nagyon jó volt, csodálatos volt, és én meg úgy éreztem, hogy nekem meg ott van, ebben a szerepben nekem meg
ott van a keresgélni való, az akcentus is beletartozik. Egyébként fiatal színészként lehetett hozzá fordulni? Tehát igen. Most oké, ez egy speciális eset, mert ugyanaz a szerep, de hogy bármivel lehetett igen, hozzá abszolút, menni? Igen, és nagyon sokat segített. Tehát ő soha nem erőszakolt a véleményét, vagy a meglátásait senkire, csak akkor, hogyha ha kérdeztek. Egyébként így van az idős színészekkel most, az idősebb színészekkel, hogy ők mondják, hogy ők nem, tehát ők tényleg csak akkor mondanak valamit, hogyha őket megkérdezik. Mert nagyon fontos a fiataloktól jövő figyelem feléjük is. Szerintem annyira rendezőcentrikussá változott az utóbbi időben a színház, hogy lehet, hogy ők is nehezebben találják benne a helyüket, és nem akarnak semmi olyat mondani, ami esetleg megzavarná a fiatal színészeket. De hogyha valaki hozzájuk fordult, a Nemzetiben... Kihez szoktál fordulni? Hát a Nemzetiben, mikor ott voltam tag, akkor bárkihez lehetett. Tehát akkor én oda mehettem a Bodrogi Gyulához, a Bánság Ildihez, a Blaskó Péterhez, Marihoz is bármikor kérdezhettem a Dorottyától, tehát igen, úgy elkezdtünk, aha, nem tudtunk beszélni mindenről, de tényleg nagyon fontos az, hogy egy idősebb színész is érezze azt, hogy a fiatalnak fontos az, hogy mondjon neki valamit. Azon gondolkodtam itt, hogy ezek mind nagyon komoly dolgok, miközben egy-egy előadás hozhat elképesztően vicces fordulatokat. És igazából innen indult ez a Varsói Melódia kör most, hogy azt olvastam, hogy volt egy előadásotok talán Balatonföldváron. Igen. Akkor tudod, mire gondolok már most, vagy még nem? Hogy mindenféle zajok, tehát hogy időnként a vonat szakította meg az előadást, időnként valami focisták. Igen. Mert mit csináltak foci a focisták? Foci drukkerek mentek el egyszer, de a legintimebb részeknél. És néztünk egymásra az Adorjáni Bálinttal, tényleg legromantikusabb pillanatok, és azok még kétszer-háromszor elmentek ott, de ők nem tudták, hogy éppen ott előadás megy. Akkor a vonat az 10 percenként ment el. Volt tényleg, mert ugye a plakát is egy pályaudvar, valamiért olyan egy pályaudvar lett a plakát. És akkor mondtam a Bálintnak, hogy legalább értelme lesz ennek a plakátnak, hogy miért vagyunk a pályaudvaron. De ilyenek előfordulnak, amikor nyilván nem kőszínházban, de mondjuk erre is van legendás eset, ugye, amikor Sinkovics Imre a Mózes előadáson azt mondta a pánkoknak, hogy ki lehet fáradni az... Ezt nem tudod? 1983. Sinkovics Imre Mózesben játszik, és egy diákcsapat ül a nézőtéren. Többnyire pánkok. Uh-huh. És hát a pánkoknak mindig tetszett a Mózes. Azt mondták, hogy elég uncsi volt, és hogy már senki nem beszél így, mint ahogy a színészek. És ennek megfelelően viselkedtek. És akkor Sinkovics Imre egyszer csak kilépett, és azt mondta, hogy azt szeretnék kérni, hogy ezek itt most menjenek ki, de nyilván nem ezen a nyugodt hangon. És őrült balhé lett belőle, tehát lett belőle egy rendes, szerintem eljutott a politikai bizottságig a történet, hogy a pánkokat be lehet engedni színházba. B. Kell-e változnia a színházművészetnek, hogy a pánkokat is érdekeljen? És még számtalan kérdés. Szóval lehet belőle ügy, mert csak egy ilyen emblematikus pillanat, amikor a színész kénytelen kilépni a karakterből és odaszólni a közönségnek. Igen. De mit lehet kezdeni amúgy az olyan helyzetet, a vonatot nem tud leállítani. A foci drukkereknek is nehéz megmagyarázni, hogy most épp ne drukkoljanak. Igen. Szóval, hogy vannak-e ilyen helyzetek, előfordulnak-e? Persze, de volt más is, volt olyan, hogy valahogy rövidebb volt a színpad, nekem ki kellett mennem az előadás végén, és rövidebb volt a színpad, és nem volt berajzolva a jel. És valahogy, ahogy kimentem és elhúztam a függöny, leestem a színpad végén, de valahogy úgy volt megoldva, hogy egy ilyen anyaggal hozzá volt hegesztve, egy anyag, ami hátul volt, egy fekete anyag, hozzá volt hegesztve a színpad széléhez, tehát ahogy én tehát nem tudtam leesni teljesen, hanem egy ilyen, így beleszorultam egy ilyen zsákba, úgy, hogy a lábam felfele volt. És egyszer csak kérdezik, mert ugye vártak engem kint a takarásban az öltöztetők, hogy Kátya, hol vagy? Nem, itt vagyok, nem tudom, égnek áll a lábam, segítsetek, itt vagyok. És közben a rémület, mert leestem a színpadról, kicsit meg is ütöttem magam, de nem értem földet, és hogy fogok onnan kijönni abból a csomagból. Aztán valahogy kiszabadítottak. De nagyon vicces volt. Utólag ez mindig nagyon vicces. De ott nyilván nem. Ott nem. Meg azt is gondolom, hogy te egy ilyen perfekcionistának tűnsz, tehát igyekszel elkerülni ezeket az egyébként utólag mókásan mesélhető pillanatokat, nem?
Amikor leesek a színpadról, jó, azt nem azt igen, azt igyekszem. Nem, hát ugye egy csomó legenda van, hogy amikor nem tanultam meg a szöveget, meg odaírtam, meg ideírtam, de elmosódott, hogy ezek, nem, ezeknál volt szerintem ki is ilyen, volt nem, ilyenet. Be kellett ugranom például Polly szerepébe, a Koldus operába, mert valahogy úgy alakult, hogy a Mezei Kinga játszott a Pollit a Bárkában, és nem készült el, ő szerb állampolgár volt, vajdasági lány, és nem készült el időben az útlevele, vagy valami volt ezzel. És akkor engem beraktak, beugrasztottak Polly szerepébe, úgyhogy közben a Sirályt próbáltuk már Szász Jánossal, amiben mása voltam, és 4 nap alatt meg kellett gyorsan tanulnom az egészet, be kellett vágnom a zenéket, amilyen. És annak köszönhetem, hogy sikerült a beugrás, hogy én annak idején, amikor az Örkényben megrendezték, a Bagosi László rendezte meg az Örkény színészeinek, én ott voltam gyakorlaton. És volt benne egy ilyen nagyon pici szerepem, körülbelül 2 mondatom volt benne, de mindig ott ültem a takarásban, és hallgattam a színészeket, ahogy éneklik, minden, és ott megtanultam az Őrsi fordításban. Ez meg egy másik fordítás volt, úgyhogy így össze lett egy kicsit ollózva az egész, és akkor mellém állították a Sütőenikőt, a Sütit, mint súgót, hogy akkor 4 napig ő foglalkozzon velem, és körül ott volt szegény, mint egy ilyen egyszerű pszichológusom is volt, meg a súgó, aki így próbálta belém verni a szöveget, és akkor végül is sikerült. De hát ott is voltak ilyen, hogy felragasztottam egy rúdra valami szövegrészletet, miközben külföldön játszottuk az előadást, tehát Pilzenben, de mégiscsak úgy van vele az ember, hogy megtanulja rendesen, mert mi van, hogyha vannak kint magyarok, vagy mi van, hogyha nem tudok rendesen végszót adni a kollégámnak, és akkor elúszik az egész előadás. Na igen, ezt mondom, hogy benned van egy ilyen maximalizmus. Igen. Még egy dologról szeretnék kérdezni, hogy olyan nagy élménnyel mondtad, hogy voltál Indiában, igen, meg Kambodzsában, meg Vietnámban. Spirituálisan nagy élmény, vagy szembesülni? Sokan például arról beszélnek India kapcsán, hogy az elemi szegénység jött velük szembe az utcán, és egyszerűen átgondolták a saját szegénységhez való viszonyukat. Igen, az elemi szegénység úgy, hogy közben boldogok az emberek. Tehát ez a nagyon furcsa, hogy látod a szemetet az utcán, látod, hogy hogy élnek, látod, hogy egy apuka 7 gyereket visz biciklin, nem tudod, hogy férnek fel, de mindegyik valahogy kapaszkodik, és nem úgy kapaszkodik, hogy nagyon rossz neki, hanem mosolyognak. És nem csak rád mosolyognak, hanem úgy eleve, hogy mi lehet ez a szemlélet. És miután, igen, ez volt nagyon érdekes, és miután hazaértem, olyan érzésem volt, hogy jó, de akkor most melyik az igaz, ahogy mi élünk, vagy ahogy ők, vagy akkor hogy kéne? Tehát, hogy mihez tartsam magam? Megint csak ez a betagozódás kérdése, hogy de akkor kinek van igaz? Akkor lehet szegényen is boldogan élni? De hát én úgy érzem, hogy de hát ne éljenek már szegényen, de ők nekik így jó, meg a kasztrendszer, meg elfogadják a kasztrendszert, mi elfogadnánk itt egy ilyen kasztrendszert, nem hiszem. Tehát az európai teljesen más gondolkodás. Tehát tényleg ez a nyugat-kelet, ez valami két külön világ. És Kambodzsa, Vietnám? Kambodzsa is egyébként egy nagyon-nagyon szegény ország, és ott volt más. Gyönyörű volt Kambodzsa, Angkorvat, igen, nagyon. Hát ott csak ilyen 2-3 napot voltunk, meg az nem is fellépés volt, ez egy magánút volt. Meg Vietnám is gyönyörű volt. Hát jó volt, jók voltak ott nem tudom, ezek a kis robogók, mindenhova robogókkal mentünk. De nekem India volt az igazi, tehát az volt egy ilyen nagyon nagy flash. Hát meg voltak borzalmas dolgok is, a Káli templomban voltam, ahol ilyen kis kecskéket áldoztak, azt nem bírtam egyszerűen, azt nem bírtam feldolgozni. Hogy az ott, akkor azt láttam, hogy ott benne van a barbárság is, tehát hogy ilyen elképesztő érzelmi amplitúdókat éltem át, látva azt, hogy hogy élnek ott az emberek, és hogy milyen kultúrák vannak. Uh-huh. Hát ez érdekes, de hozzátartozik. Tehát ahogy nyílik a világ, meg ahogy te is mondod, hogy egyre több minden foglalkoztat téged is, meg van időd rájönni, hogy mi foglalkoztat, ez is hozzátartozik. Gondolom, hogy lesz még ilyen, hogy jössz-mész, világot látsz, mert ez nagyon érdekes dolog. Koncert lesz. Lesz. 4-kor, ugye? Igen. Emlékszem. Ez lehet, hogy aljas és övön aluli. Nem? Nem akarsz belőle egy picit énekelni? A koncert? Hát valami, hát nem, most nem azt, nyilván nem tudok aláfestést adni, de hogy
bármit, nem akarod lezárni egy akár egy zazzás népdallal. Mindenből egy sort. Valaki mondta, látott talán, következően. Les passants, 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 mondta. Mindegyikbe belekezdek egy kicsit, és így végigmegyünk gyorsan. Nem jó, nem ez idegen, de hogy nem csak arra gondoltam, hogy hát ha van egy ilyen dal, mondjuk például, hogy tessék, a gyerekkorodban emlékszel az altató dalra? Amivel anyukád altatott? Most arra gondolsz, ami a bárkában volt, ami a közelben? Nem, most én nem gondoltam semmire, ez tényleg csak egy kérdés volt. Rosszul énekeljek? Igen. Jó. Van egy híres Zsanna Bicevszkaja dal, ez egyébként benne szokott lenni a koncertjeinkben, nem mindig a Best Of-ban nem mindig szoktuk beletenni, néha beletesszük, néha ráadás. De ez volt az a dal, ami benne volt a bárka előadásban, amiről Alinda beszélt, hogy Kátya Kabanova Osztrovszki Vihar című előadásában ezt a dalt énekli el így a halála előtt, és aztán szépen belefullad a patakba, vagy a folyóba. Выси стрицы подружники, вы придите как сиротинушки. Вы ударите как громкий колокол. Разбудите как родного батюшку. Ты приди, приди, ради мне к и на мою горьку, горьку свадебку. Вы разбейте, как гробовую доску, разбудите родную матушку. Уж ты встань, ты встань, родимая, погляди-ка на свою дитятку. Снаряжать меня есть кому, сироту. Most kártya volt a vendégem. Nagyon szépen, köszönöm szépen.